Ez egy elsős fiús táska, tornazsáktól tartószett. Ennek körülbelül így az akciós ár plusz engedménnyel így a szett értéke az 29 ezer forint. Közel 30 ezer forintból jön ki egy iskolatáska, a hozzávaló tornazsák és a tolltartó. Az iskolakezdés komoly kiadást jelent a családoknak, például egy általános iskolás első osztályos kisdiáknak, akinek mindenből újat kell venni, a szülők több mint 50 ezer forintos kiadással számolhatnak. Hogyha táska, tolltartó, mindenféle kiegészítő benne van, akkor hát az van körülbelül 60 ezer forint. Úgyhogy elég jól megterheli a szülőket az iskolakezdés, azt gondolom. A koronavírus újbóli terjedése miatt idén hiába közeledik már a szeptember, jóval kevesebben vásárolnak iskolaszereket még. A Szekszárdi Pátria írószerbolt vezetője azt mondja, ők idén akciókkal is készültek, ám egyértelműen látszik, hogy a bizonytalan tanévkezdés miatt a legtöbb szülő még kivár a vásárlással. Úgy veszük észre, hogy van egy kis félelem a szülőknél, gyerekeknél is, és inkább az elsősök, alsósok vásároltak eddig, és gondolom várják, amíg konkrétan azt mondják, hogy na most akkor kezdődik az iskola. Hogy szeptemberben mindenhol elindul-e a tanév az országban, egyelőre nem lehet tudni. A kormány és a pedagógusok továbbra is arra készülnek, hogy hagyományos rendben kezdődhet meg szeptemberben az új tanév, de folyamatos az egyeztetése a lehetséges forgatókönyvekről.